egy ilyen technikai szintű megoldás, hogy csak az 5%-os pártoknak adjunk. Szóval ez nem egy válasz. De én ezt másrészt meg, hogy maga az intézmény... Csak annyi, hogy olyan, amit mondasz, az intézmény rendszer szintjén is jelentkezik. Tehát, hogy maguk ezek a liberális intézmények, hogy emelják meg a sanszot, hogy betörjön a diktatúra. Tehát maga a szabad választás. Tehát, hogy van egy kétharmados többség, és megváltoztatod az alkotmányt. Tehát valójában egy két intézmény tudja azt egymás ellen, hogy ez egy gyűlölő. Hát meg 44%-kal kétharmadot tud szerezni a parlament. Igen, de erre mondják azt, hogy ez az angol rendszerben is tökéletesen lehetséges. Biztos, hogy 33-ban ott került hatalomra Hitler, ahol a legjobb volt. Igen. Igen. Nincs olyan európai ország, ahol iskolázottabbak lettek volna az emberek. Nincs olyan európai ország, ahol jobban működött volna a demokrácia, mint Weimarban. Mi a legjobb, szóval, hogy ez is a problematikája. Rengeteg dolog kavarog az anyagban, az egyik a Dahlendorf féle dolog. Tehát a 21. század amennyit ellépett az ő gondolatmenetétől, az, hogy amennyire a cselekvések és a kommunikáció ellépett egymástól, ez az egyik. A másik pedig az, hogy ugyanakkor egy csomó dologban abszolút igaza van, mert hogy szociológiai tanulmányok ezrei mondják azt, hogy mi az a dolgozói szegénység. Tehát az ott nagyon jól össze lehet ennek a rétegnek a helyzetét hozni azokkal a vélekedésekkel, ami a Trumpot hatalomra juttatta. Ezért mondom azt, hogy biztos, hogy a populizmusban meggyőzhető rétegeknek a legjobb volt Németországban. Mert én azt gondolom, hogy egy csomó mutató elkapartott bizonyos dolgokat, és hogy valójában van egy olyan fejletlenség ezeknek a társadalomnak, ami ezekben a mutatókban, amiket most emlegettél, nem kimutatható. Na most amit én egyébként valami közös dolgot, mert hogy 2008-as válság az egyértelműen abból következett be, ahogy a bankszakmának nem kellett felelősséget vállalni. Mert annó, amikor egy prérin, egy kisvárosba elkezdett valaki bankálkodni, és oda betették az emberek a pénzéket, ott az a közösség számon kérte, hogy kinek ad hitelt. És olyannak, aki csirkefogó és visszaélhet, a közösség nem engedte, hogy hitelt adjon, mert hogy az ő betéteiből gazdálkodott. Tehát eljut a bankszakma, amikor ugye csomagokba adják el az adósságokat, nem tudom én oda, és ahol effektíve be kellett következni. Egyébként zárójelbe teszem az, hogy én 2003-ban voltam ki Amerikában, és akkor erről bőven cikkeztek már. Tehát ugye azért ez 2008-ban nem egy váratlan esemény volt. És ami az Éva előadásával hangzott, tehát hogy ez az a megfontás, amikor az van, hogy fél a szabadságtól, hogy az nekem sokkal inkább az, hogy fél a felelősségvállalástól. És egy olyan értelemben, ahogy te értelmezed a szabadságot, az a felelősségvállalással is együtt jár. Tehát, hogy itt erről szól a történet, hogy egy ilyen globalizált gazdaságban az igazán felelős szereplőknek, mert egyébként azt kell mondani, hogy nagyon sokszor a gazdasági szereplők felelősebbek, mint a politikai szereplők, az ilyen felelősségvállalás veszik el, és ahogy most már elment az Ildikó, hogy ugye az első szakaszban ugye itt föltette a kérdés, hogy de hol az értékrend, meg hol van a morál, meg hol vannak az erények, hát sehol sincs. És azért mondom, hogy az antropológusok ilyen sose állítottak, mert az antropológusok túlnyomó többsége nyugodtan materialistának is nevezhető, amiben azt gondolja, hogy az emberi működésnek az ősi, eredeténél fogva érdekeken alakul, nagyon szorosan véve létes fajfenntartási érdekeken. És akkor itt jönnek vissza ezek a, hogy most hogy viselkedik egy ember, és hogy mit vesz számításba. És hát nagyon sokszor én azt gondolom, hogy az, amit mi egyébként nagyon leegyszerűsítve zsidó-keresztény kultúrának és az azon alapuló morálnak gondolunk, az igazából egy társadalmi felépítmény, közel 6000 éve volt rá, hogy kialakuljon, és ettől igazából, esetleg törékeny.
Mert nem effektíve létfenntartás érdekeken volt, és ami az egzisztencializmusról, amit itt azért az évelőadásában volt, hogy nagyon sokáig érintve volt vagy egyébként, ott azért azt is észre lehet venni, hogy hogyan fejlődnek, tehát hogy az emberi saját a tulajdonságok nagyon kevésbé fejlődnek, az alatt a körülbelül 400 ezer év alatt, amióta Homo sapiensről beszélünk. És hogy ezek tehát hogy például az, hogy a negatív gondolkodásunk az abban van benne, hogy megvédi az életünket. Tehát hogyha rosszat tételezünk föl bizonyos dolgokról, amiről nem tudjuk biztosan, hogy veszélyezteti az életüket, vagy nem, és rosszat tételezünk föl, akkor nagyobb esélyünk van túlélni, mert ugye akkor készülünk föl azokra a következményekre, ami adott esetben megmentheti az életünket, mert ki tudjuk védeni. Ha pozitívan állunk hozzá, akkor lehet, hogy áldozatul esünk. Na most egyébként az elszólítik, hogy a demokrácia hogy készít elő, egyébként én az elében nagyon nem értek egyet, hogy akár a mai magyar sajtó a jobboldali diktatúra és a populizmus között egyenlőség jelet tenne. Én ezzel nagyon nem értek egyet, pedig tényleg rendszeres olvasó vagyok. Tehát én azt gondolom, hogy például nagyon sokszor pont arról szól a történet, az egyenlőségről, aztán pont arról van szó, hogy senki, hogy nem meri kimondani a diktatúrát, és az például nagyon gyakran, hogy egy populizmust használ. De igazából itt egy populista eszközrendszerről van szó, amikor a média használja, és nem arról, hogy effektíve a diktatúra behelyettesítéseként használná fogalmilag. Tehát az eszközrendszer, de én nem értek vele egyet, szóval úgyhogy az árnyalt, sokkal árnyaltabb, és hogy mondjam, mellette lévő a dolog. Tehát és akkor itt megint egy záró gondolat, és elmegy az irodalom felé, szóval amikor arról szól a történet, hogy használjuk-e azokat az eszközöket, mert hát most akkor például egy jobboldali populizmusra válaszol egy baloldali populizmus, hogy én most itt politológiára vagy politológiára beszélek, még közvetlenebbül, tehát hogy nem ezzel a dolgokba, és hogy akkor vagy, hogy azt az eszközrendszert lehet-e használni, vannak, akik ezen is gondolkodnak, de hogy például hogyan szolgáltatott, vagy nyitott utat a Weimári köztársaság ugye Hitlernek, meg igazándiból még azt kell mondanom, hogy a magyar 20 évenek a 30-nak, ami a rendszerváltás óta telik, akkor nekem mindig eszembe jött a Karim, tehát hogy én nem akarom, hogy egy demokrácia, vagy a demokrácia hívei azokkal az eszközökkel próbáljon manipulálni, amivel esetleg bőven le lesznek győzve, ugye ilyen autoriter társadalmakban, és akkor mindig eszembe jött a Karintinak a Struggle for Life című vers, aminek az az utolsó két sora, hogy inkább egyenek meg a férgek sem, mint a férgek meg. Tehát, hogy én még mindig nem jutottam el oda, hogy demokratizmust akarok, jogellenes egyenlősége, sok minden, egyáltalán egyenlő, egyébként az anyagi egyenlőtlenségek hihetetlen mértékben szerepet játszanak, ami itt kialakul, és nem véletlenül, hogy nem Svédországban alakul ez ki, mert hogy az összes vizsgálatunk arról szól, hogy ott, ahol a legnagyobbak az egyenlősége, ott működik a legjobban a gazdaság. Tehát ez egy ilyen dupla vagy semmi. Tehát igazándiból, és ott nem, tehát hogy a szélsőségesen nagy egyenlőségek tudnak olyan frusztrációt okozni társadalmi részletek, hogy egymásnak feszüljenek, illetve egymásnak lehet őket ugrasztani populista eszközökkel. Tehát hogy én nekem a globalizációval azt kell mondanom, hogy kezd nagyobb problémám lenni, és az ebből adódó egyenlőtlenség fokozódással, szerintem, bocsánat, a globalizáció csökkenti az egyenlőtlenségeket. Hogy érted? Hát minden érted, tekintetben. Érted, hogy, de egyébként hát nekem van. Hát minden tekintetben csökkenti az egyenlőtlenségeket. Hol? Minden. Hol? Így. Akkor miért van dolgozói szegénység? Hát egyszerűen az egekbe mennek a profitok, és csökkennek a bérek, mert mindig elmegy keletre, hogy még kisebb legyen a termelési költség. Hát ezért van dolgozói szegénység, ezért vannak nyomorban az emberek, és ez egy országon belül pont úgy kimutatható, mint földrészek között.
Hát arról szól a történet, hogy a profit növekszik, hogy az amerikai lakosság fél százalékának a kezében van az amerikai vagyon 80%-a, és az amerikai lakosság alsó 40%-ának a kezében van a vagyon 0,22%-a. Lehetséges, de ettől még a globális egyenlőtlenségek csökkennek, könyörgöm. Hol értesz az alatt? Milyen egyenlőtlenséget? Én jövedelmi egyenlőtlenséget értek. Én is. Én is. Nézd már meg, hogy mit tudom én, egy 19. századi viszonyok között milyen jövedelmi viszonyok voltak összehasonlítva Angliát és Indiát. Nem a különbségek voltak egyébként, Angliában is voltak nyomorgók. Nem baj, hogy voltak nyomorgók, de most nem erről beszélek, arról van... Az alacsonyabb szinten szerveződött ugyanez az egyenlőtlenség, mint ahol most. Tehát az összjövedelem is lényegesen kevesebb volt, az elosztható javak összességében. Igen, mert a kapitalizmus szemmel adódik képes arra, hogy radikálisan megemelje képes volt arra, hogy radikálisan megemelje az összprofitot. Ennyi történt. De ettől még... Az elosztása sokkal egyenlőtlenebbül történik meg, mint a 19. században. A 19. század Európájában volt olyan, amit úgy hívtak, hogy protestáns etika. És hogy a gyártulajdonos egy kolóniát épített a gyára mellé, aminek a közfogyasztásai ingyenesek voltak, és templomot és iskolát is épített mellé. És most, amikor nézd meg, hogy amikor beszedi, nem tudom én, valamelyik nyugat-európai államba a profitot, az, aki a közelében nem kerül a befektetéseinek Kelet-Európában meg Ázsiában, hogy akkor miről gondoskodik. Tehát ez az emberi lépték egyébként az Éva előadásában is, tehát hogy azt a mérhetetlen szabadság, hogy mit tudom én, hát nem erre, mondjuk én tudom, hogy milyen filozófiák rangolni, de ha emberi léptékű a szabadság, tehát ez az emberi lépték és ez a mérték, ez nagyon nagy hangsúlyt gondolok én ezeknek a dolgoknak, tudnék, hogyha emberi léptékű, tehát ezt szokták mondani, hogy az ördöklés is akkor lett épp az, amikor nem szembe kellett a szurony beledöfnöd a gyomrába, vagy nem volt a lőtávolságon belül volt az, akit meg kellett ölnöd egy háborúval, akkor azért ott fölmerült. De globalizáció azt is radikálisan csökkentette, könyörgöm. Radikálisan csökkentette a globalizáció a háborúk veszteségét. Soha olyan kevés ember nem halt meg háborúban, mint a 20. század második felében. Tudod egyébként, hogy az USA a költségvetése hány százalékát tölti hadi kiadásra? Jól teszi, hát legalább működteti az ipart. És végképp elkanászodott. Irakban, akkor hány ezeren halnak abba bele? Nagyon kevesen. De ez egy demográfiai kérdés. Soha olyan kevés ember nem halt meg háborúban, mint a 20. század második felé. A profit érdekében hal meg. Nem a profit érdekében hal meg, könyörgöm. Legalább mi nem mondjuk azt. Hát könyörgöm, Irakban, Afganisztánban, a Gáza-övezetben minket védenek, a civilizációt védik a hol amerikai, hol izraeli szuronyok. Én meg azt hittem, hogy olajat védenek Irakban. Dehogy védenek olajat. És elvitték a szabadságot fegyverekkel egy olyan országban, amit úgy hívnak, hogy Mezopotámia. Tehát, hogy észre kéne venni, hogy milyen kulturális különbségek vannak Amerika és jó, szerintem itt belemegyünk egy olyan politikai vitába, aminek nincs köze ehhez az előadás. Tehát a kultúráknak is. Hát én azért még egy pillanatig nem éreztem, hogy engem Közel-Keleten bárki megvédett volna, amikor öldökölt. Jó, hát eltérő a véleményünk. Jó, oké, egyéb... Bocsánat, hogy elhosszú voltam. Köszönjük szépen! Na most akkor szünet, és akkor mondjuk most van 15 óra 16, akkor mondjuk 15 óra 25-kor Rezsa Bek Nándor, jó?
könyvvel tudásra van. Yeah.
Na, kedves kollégák, Rezsabek Nándor hallgatunk, és újságíró parancsolja. Köszönöm, hogy egy percet látom, hogy bementek pont a mosdóba. Ó, akkor igen. Két percet, hogyha várom. Persze. Szóval.